Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kocka elvangatója mai epizódjában 80-61-ig mutatom be nektek a kedvenc játékaitokat. A 80. helyezett játék tavaly 74. volt, hat helyet rontott. Én ezt nem tartom egy jelentős rontásnak, főleg úgy, hogy tavaly volt újdonság a listánkon ez a játék. Mi is most kezdtünk el nagyrészt a ti hatásotokra ennek a listának a hatására ismerkedni ebbe a játékkal. Ez egy nagyon egyszerű sorozatgyűjtős kátyajáték, aminek a tematikája mostanság elég komoly viszongokat vált ki a magyar társasjátékos közéletben, és ez nem más, mint a Cat Lady. Alapjában egy nagyon egyszerű, szerintem is egy jó játékélményt nyújtó játék. Pont olyan arányba keveri 15-20 perces játékidőbe a, a sorozatgyűjtést, a kis erőforrásmenedzselést, amennyiben egy 20 perces játékba szükség van rá. A mechanizmusok egyszerűek, de azért, de azért számít, számít hogy milyen döntést hozunk. Úgyhogy én alapjával olyan megértem azt, hogyha egy pár helyet veszítve is, de még mindig itt van idén is a listánkon a Cat Lady. A 79. játék azok közé tartozik, azok közé a játékok közé, akik a második legtöbbet rontottak. Ugye mondtam nektek, hogy van kb. négy játék, ami ugyanannyi helyezést veszített a tavalyi helyezéséhez képest, és ilyen a Takenoko is, ami a 11. helyen kezdte négy éve a pályafutását a listánkon, utána a 19. lett. Tavaly 47. volt, idén pedig 79. tehát 32 helyet rontott. Egy igazi klasszikusról van szó, szerintem nem öregszik rosszul, szerintem, szerintem ebbe egyet tudunk érteni. Egyszerűen talán az is hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan veszíti a helyét, hogy nem mindig lehet olyan könnyen hozzájutni, nem ez már az egyik olyan játék, amivel mindenki találkozik, aki, aki gamer is, aki családi játékot keres, aki, aki valami közepes nehézségű játékot keres, aki gateway játékot keres. Ugye egy e, jó e, évek ezelőtt a, a Takenoko azok közül a játékok közé tartozott, amivel, ahol, amivel mindenhol találkozhatunk, amit mindenhol kipróbáltunk, amit mindenhol meg tudtunk venni és szerintem ez is belejátszik abban, hogy, hogy évről évre veszít a helyezéséből. Én azért személyesen, ha megengeditek, nekem bízok benne, hogy azért még jövőre is itt lesz a listánkon, az idei 79. helyezett Takenoko. A 78. helyezett játék egy újdonság, tavaly még csak 148. tudott lenni. Egy nagyon szép játék, nekem is megakadt rajta a szemem, Júcsival még vacilálunk, hogy kipróbáljuk-e, és ez nem más, mint a Parks. A parksban a játékosok két kirándulót irányítanak, akik egy évben, négy évszakban, négy különböző ösvényen sétálnak végig. A játékosok a játékelőnk kapnak egy kulacsot és egy évkártyát, ami, ami egy személyes objektív, vagy egy személyes célkártya, és elindulnak az ösvényen, hogy különböző nyersanyagokat szedjenek össze, vagy akciókat végezzenek el. Vadállattókeneket szerezhetünk, becserélhetünk nyersanyagokat más nyersanyagokra, Meglátogathatunk parkokat, felszerelést vásárolhatunk, vagy lemásolhatjuk egy másik ösvénylap hatását. Útközben lehetőségünk van fényképeket készíteni, amik nyersanyagokba kerülnek és győzelmi pontot érnek. Ha az összes túrázó végigért egy adott évszaknak az ösvényén, akkor ki kell üríteni az összes kulacsot, a kirándulókat vissza kell tenni az ösvénykezdetlapra, létre kell hozni az új évszaknak megfelelő ösvényt, fel kell fedni egy új évszak kártyát és amikor a negyedik évszak is véget ér, mindenki felfedi az évkártyáját, majd pontokat kap a meglátogatott parkokért, fényképekért és a személyes bónuszokért. A legtöbb pontot gyűjtő játékos nyeri a játékot. Idén 78. helyen újdonságként debütál a listánkon a Parks. A 77. helyzet abszolút nem újdonság, tavaly 90 volt, tehát 13 helyet javított, tavaly előtt pedig 122 volt, tehát kicsúszott a listáról, de előtte is itt volt a listánkon, és ez nem más, mint a társasjáték készítés egyik öregének, Richard Garfieldnak az egyik régi, de a mai napig népszerű játék a Tokió királya. Ha vannak olyan játékok, amik nagyon ügyesen, nagyon rövid időben egy-egy mechanizmust alapoznak, a sushi a draftolásra, a karkaszon a lapka elhelyezésre, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy a, a próba szerencse mechanizmusnak, a presszorlak mechanizmusnak a quintessenciális megtestesülése a Tokió királya. Ugye nagyon, nagyon ügyesen, nagyon szépen a szerző és a kiadó mindig itt tartja a, a játékot a, a, a gondolataink közt, mindig kaphatók újabb kiegészítők, változatok. Ugye szerintem ehhez a 13 helyezés javításhoz hozzájárult az is, hogy tavaly megjelent a sötét kiadás, ez a Dark Edition, úgyhogy számomra nem meglepő, érdekes volt azért, hogy 13 helyet javítani tudott a Tokió királya, de, de nem meglepő, hogy még mindig itt van a 100 legjobb játék között 77. helyen a Tokió királya. A 76. helyezett Mysterium, szintén egy olyan játék, ami a, a legjobb pozíciójában debuta, debütált annak idején a listánkon, és azóta mindig veszít a helyezéséből. Négy éve ezelőtt 15. volt, utána 54. 57. idén pedig 76. tehát 19 helyet rontott. Lehet, hogy azért, mert ezt a témát is egyre jobban dolgozzák fel egyre jobb játékok, lehet, hogy azért, mert ugye többen küldtétek be a listátokat, mint tavaly, és, és egyszerűen csak egy kicsit korrigálva lett ennek a játéknak a helye. De én ezt a 19 helyezést bár nem kevés, de nem tartom olyan vészesnek, hogy azt mondanám, hogy el fog tűnni a listánkról jövőre a misztérium, de hát ezt majd ti fogjátok eldönteni. Idén egyelőre még 76. helyen itt van a listánkon. És ha már a 76. helyen beszéltünk a misztériumról, ami nem egy újdonság, akkor a 75. helyen beszéljünk egy olyan játékról, ami nagyon hasonló a misztériumra, valamilyen szinten, ha más nem időben, az elődje is a misztériumnak, és ez nem más, mint a Dixit. A Dixit annak idején 35. helyen kezdte négy éve a pályafutását, utána fel menni a 29. helyre, Tavaly már csak 43. volt, idén 75. ami azt jelenti, hogy ő is 32 helyet rontott, tehát ő is a második legtöbbet rontó játékok közé tartozik. Rá abszolút igaz az, amit feltételes módban a, a misztériumnál említettem. Ebbe a kategóriába ezekkel a mechanizmusokkal nagyon sok játék jött ki, és mindegyik, mindegyik szerintem a Dixitnek köszönheti, amit én úgy személyesen nem kedvelek, de attól még egy nagyon jó és egy nagyon fontos játéknak tartok. És szerintem a Mysteriumtól kezdve az összes ilyen játék a Dixitnek köszönheti, hogy, hogy meglovagolhat a, a Dixitnek Dixit a népszerűségét. Ha, ha azt mondtam, hogy a Mysterium szerintem itt lesz jövőre is a listán, a 75. helyhez képest én azt mondom, hogy a Dixit viszont szerintem előbb-utóbb el fog tűnni a listánkról. Nem azért, mert kevesebben beszeretné, vagy kevésbé lenne jó játék, bízunk benne, hogy jövőre is több lista fog érkezni. Nagyobb hangsúly fog szerintem kerülni az újabb játékokra, amik ugyanezeket a mechanizmusokat használják. De ne legyen igazam, ugyanúgy, ahogy idén még a 75. helyen itt van köztünk a Dixit, ha, ha kap elég szavazatot, én azt kívánom neki, hogy jövőre is legyen itt a listánkon. És akkor a 74. helyjel kezdve jöjjön négy újdonság itt a mi listánkon is legalább. A 74. helyezett pulszár 2849, tavaly még csak 226. volt, tavaly 165. Idén viszont be tudott kerülni a listára a 100 legjobb játék közé. A pulszárban kockákat draftolunk, hogy felfedezzük a világűrt, pulszárokra tegyünk szert, technológiákat fedezzünk fel, és megoldjuk a pulzárokból származó energia elszállítását a csillagok közt. A játék 8 körből áll, minden körben először dobunk a kockákkal, és meghatározzunk egy mediánt, egy középértéket a kockák között. A játékosok a többi kockát a mediántól vagy lefel, vagy felfel tesszük, a játékos számtól függően módosíthatjuk, vagy, hogy attól, hogy melyik oldalt van több kocka a medián helyét, de miután a medián helyét véglegesen megállapítottuk, a játékosok választanak két kockát, amiknek a medián kockától számított távolsága határozza azt meg, hogy mennyit mozoghatunk a kezdeményezést és a mérnöki sávon. Az akciófázisban végrehajthatunk két akciót, ugye ezzel a két kockával, felfedezhetünk, fejleszthetünk pulzárokat, építhetünk energia eszközöket, végrehajthatunk különleges projekteket, és szabadalmaztathatunk technológiákat. A termelési fázisban frissítjük a kezdeményezési sorrendet, és győzelmi pontokat kaphatunk, és veszíthetünk különböző dolgokért. A nyolcadik kör végén a végső következik, és aki a legtöbb pontot gyűjtötte a játékban, az nyer. 74. helyezett újdonság idén a listánkon, a Pulsar 2849. A 73. helyezett játék szintén egy újdonság, tavaly 100, 56. volt, idén 73. helyen be tudott robbanni a listánkra, és ez nem más, mint a Grand Austria Hotel. A Grand Austria Hotelben az a célunk, hogy a kis bécsi kávézónkból az osztrák-magyar monarchia legelőkelőbb szállodáját fejlesszük ki. Minden körülményén dobunk kockákkal, és ezeket a kockákat hozzárendeljük a vonatkozó akciókhoz. Ugye előfordulhat az is, hogy egy akciónál több kocka lesz, tehát ha több egyes, kettes, hármas, négyes, hatos dobunk, akkor ugye az adott akcióhoz több kocka lesz hozzárendelve, és ezek után a játékosok kiválasztanak a hat akció közül egyet, aminek a hatásfoga attól is függ, hogy mennyi kocka van az adott akció alá helyezve. Az akciókkal szerezhetünk ételt és italt, a kávézónba előkészíthetjük a szobákat, a vendégfogadásra és személyzetet vehetünk fel. A játékosok ugye különböző vendégeket fogadnak, akiknek ha teljesítjük a rendeléseit, akkor ezek a vendégek különböző bónusz akciókat adnak nekünk. A játékban lévő politikakártyákat mihen teljesítjük, rájuk rakhatunk egy korongunkat, és megkapjuk a korunk helye után járó győzelmi pontot. A játék harmadik, ötödik és hetedik körében pontokat szerezhetünk a császássávon elfoglalt, a szívességsávon elfoglalt pozíciónk alapján. De ha egyet se léptünk előre ezen a sávon, akkor pontokat is veszíthetünk. A hetedik kör végén jön a végső pontozás, ahol győzelmi pontokat szerezhetünk a személyzet után, a foglalt szobáink után, a megmaradt pénzünk, ételünk és italunk után, mínusz 5 pontot kapunk, ha a kávézónkban maradt még vendég, akit nem tudtunk elszásolni, és a játékot az nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. 73. helyen újdonság idén a listánkon a Grand Austria Hotel. A 72. helyzet játék szintén egy újdonság, ugye a 71. is az lesz. Tavaly 294. volt ez a játék, és úgy néz ki, hogy a mai epizódban a domináns társasjáték téma a macskák lesznek, ugyanis a 72. helyzet nem más, mint a macskák szigete. A Macskák szigete egy ilyen különböző alkú poliomino tetris szerű játék, amiben különböző alkokat, különböző alkú macskákat draftolunk, már itt a lapkák különböző alkúak, a macskák macska alkúak. És ezeket a macskákat kell megmentenünk és elszállítanunk a hajónkkal. A cél, hogy minél több egyszínű macskát rakjunk egymás mellé, és minél több helységet fedjünk el teljesen a hajónkon. A játék öt körből áll, minden körben kártyákat és halkat kapunk, aminek a segítségével rakhatjuk le a macskát a hajókra. kártyák közt vannak olyanok, amik bónuszpontokat adnak a játék végén, tanulás, lesson, lecke kártyák, és olyanok is, amik különleges Joker macskalapokat adnak. A játékot az nyeri, akinek az ötödik kör végén a legtöbb pontja van. Minuszpontjára be nem fejezett szobákért, a le nem fedett patkányokért a hajónkon, plusz pont az egybefüggő macska családokért, a kincsekért és a nem nyilvános és nyilvános leckékért, bónuszkártyákért. 72. helyzet újdonság idén a listánkon a macskák szigete. A 71. helyzet újdonság tavaly 183. előtte pedig 469. volt, és egy nagyon egyedi témát hoz be a mai epizódba. Frodo-t, a gyűrűt, a megyét, Mordort, a 71. helyzetünk nem más, mint a gyűrűk ura kalandozások középföldén. A kalandozások középföldjén a Fantasy Flight Games applikáció által vezérelt középföldén játszódó kampányos kalandjáték a RPG in a Box szerű játék, Dungeon Crawl. A játékosok Karaktert alkotnak, összeszedik a kezdő felszerelésüket, képzettségeket, a karakter szerepeket, tehát ki a gyógyító, ki a felderítő, ki a tank. Összerakják a táblát, megkeverik a fizikai paklikat, és indítják a kalandot az applikációban. A játék körei akció, ány és gyülekezés fázisra osztanak. Az akciófázisban fázisban minden hős cselekedhet, mozoghat, felfedezhet, harcolhat, és interakcióba keverhet a játék szinte bármilyen elemével. Az ányfázisban az ellenfelek cselekszenek, mozognak, támadnak, félelmet okoznak, növelik a veszélyt a világban. A gyülekezési fázisban felkészülünk a következő körre, frissítjük a rendelkezésre álló képzettségkártyákat. A küldetéseknek különböző győzelmi feltételei vannak, mint a legtöbb ilyen típusú játékban, a játékosok vagy együtt nyernek, vagy együtt veszítenek. Ha nyernek, több utalmat kapnak, de ha nyernek, ha veszítenek, a csapat mehet tovább a következő küldetésre. Úgyhogy 71. helyzet, nagyon szép eredmény, újdonság idén a listánkon. A gyűrűk ura kalandozások középföldén. Általában azért az elmúlt négy év tapasztalta apján azt tudom nektek mondani, hogy bizonyos szekvenciában, bizonyos részében a, a száz játéknak, tehát mondjuk 70-től, 60-tól lefele, inkább a korábbi években is fent lévő játékok rontanak, 1 30-ig korábbi években lévő játékok közül elég sok tud javítani a pozícióján, úgyhogy ebből a szempontból nagyon érdekesség a 70. helyzet utolsó erőd, ugyanis tavaly 71. volt, tehát ebben a szegmensben tudott egy helyezést javítani, megértem, egy jó játékról van szó, ugye nagyon népszerű volt az elődje, lehet, hogy csak egy réteg játékként, de, de a Ghost nagyon népszerű volt, nagyon sokan játszottak vele, nagyon sokaknak köztük nekem is a Ghost volt az a játék, ami kooperatív, nagyon-nagyon nehéz megnyerni, akkor is élvezem igazán, ha nem nyerem meg, de nehéz megnyerni, és, és az ember nagyon megjegyzés, és hogyha megnyerte a játékot. Ugye egy kicsit letisztázták minimálisan a szabályokat, kapott egy új külsőt, de alapjába véve a, az utolsó erő nem más, mint a Ghost stories az újrakiadása. Annak ellenére, hogy javítani tudott, azért sokat elmond róla, hogy nem a 30-ról a 29 helyre, hanem a 71-ről a 70-re tudott javítani. Um, nem akarok nagyon spoilerezni, de nem ez a 70. helyezett utolsó erőd lesz a legnépszerűbb ö, kooperatív játék a listán. Tehát azért ö, itt, van, itt, van, idén is a listán, tudott javítani egyet a helyezésén, de, de még mindig csak 70. Reméljük, hogy jövőre még jobb helyezés. Lehet, hogy a 69 -et. Az idei 70. helyezett utolsó erőd. Jöjjön megint két újdonság, először a 69. helyen, a tavalyi 104. és tavaly előtti 277. helyezett, ez a 104. helyez már nagyon visítva közel volt a 100-hoz, most a 69. helyen a több beküldött Istának köszönhetően itt van az Eldorado legendája. Az Eldorado egy családi gateway paklépítős játék és versenyzős játék, ami a játékosok először próbálják megtalálni, elérni Eldorádó városát a dzsungelben. A játékosuk, ö, játékosok a körükben kártyákat játszanak ki, hogy mozogjanak a táblán, minden kártya színének és erejének egyezni, vagy nagyobbnak kell lennie, mint annak a szomszédos mezőnek a színe és értéke, amire mozogni akarunk. A mozgásra használt kártyákkal egyéb akadályokat is legyőzhetünk az utunkban, a többi kártyánkkal vásárolhatunk körönként egy új kártyát, az arany szimbólumos kártyák annyi pénzt adnak, amennyi az erejük, az arany nélküliek pedig fél pénzt érnek. Minden kör végén annyi kártyát húzunk, hogy né négy lap legyen a kezünkben, ha egy játékos eléri Eldorádót, minden játékos befejezi a körét, és az nyer, aki célba ért. Ha több játékos is célba ért, döntetlen esetén az a játékos nyer, aki a mozgás kártyai segítségével a több akadályt gyűjtötte be, 69. helyezett újdonság a listánkon az Eldorado legendája. A 68. helyezett játék szintén egy újdonság, és szintén egy pakliépítős játék, bár talán nem azon a szinten, mint az Eldorado legendája, és ez nem más, mint az Arnak elveszett romjai. Az Arnak volt az első olyan játék, ami megpróbálta összekeverni a pakliépítést és a munkás elhelyezést, Alapjában jövő az, az Annakban uh, régészek vagyunk, akik egy elveszett szigeten próbáljuk uh, feltárni egy ott létezett, valaha létezett civilizációnak a, a romjait, az emlékeit. Uh, különböző ásatásokat végezhetünk, új uh, romokat találhatunk a szigeten. Uh, a felfedezett dolgokat kutathatjuk, kielemezhetjük, leírhatjuk, kiegyzetelhetjük, ebben haladhatunk előre a felfedezés sávon, aminek a vége, hogy mármint a felfedezés sávnak, hogy az összegyűjtött feltárt dolgok segítségével megtaláljuk a szigeten az elveszett templomot, és alapjába véve ezen az úton, amit bejárnak a kis jelölőink, Különböző nyersanyagokra és a végén a templomnál győzelmi pontokra tehetünk szert. És alapjába véve az is egy akció a körben, hogy kiátszunk egy kártyát, vagy veszünk egy kártyát. Tehát van, vannak olyan akciók, amihez a két régészen, régészünket el kell helyeznünk valahol a táblán, vannak olyan akciók, amihez nem kellenek a régészek, csak mondjuk egy kártyát játszunk ki, vagy a, a felfedezés sávhoz kártyát se kell kiátszani tehát különböző, a különböző akciókhoz a különböző mechanizmusokat használjuk, tehát vagy a kártyákat, vagy a munkásokat, vagy az, hogy különböző nyersanyagokat cserélünk be arra, hogy ezen a felfedezéssávon léphessünk előre. A játék fix öt körig tart, és az nyeri, akinek az ötödik kör végén több győzelmi pontja van. Úgyhogy 68. helyzet újdonság idén a listánkon az Arnak elveszett rómiai. A 67. helyzettől kezdve jöjjön három abszurd nem újdonság, sőt, jöjjön két olyan játék, ami kicsúszott. Korábban benne volt a 100-ban, kicsúszott, most pedig visszatértek. Kezdjük kapásból a 67. helyzet Hájval, ami tavaly 168. volt, előtte viszont 94., előtte pedig 84. Tehát ahhoz képest, hogy kicsúszott a Hive a száz legjobb játék közül, idén a minden idők legjobb helyezésével tért vissza a száz közé. Egy nagyon egyszerű, de nagyon jó játék. Szerintem is a Hive megérdemli, szerintem is, hogy visszakerült. Egyetértek veletek. Alpjába véve egy kétszemélyes, nagyon sokan mondják azt, hogy, hogy a sakra emlékeztető játék. Nagyon sokan mondják azt, hogy absztrakt játék a HIVE, én abszolút be tudom még hogy... Tehát a HIVE az a játék, én nem szeretem az absztrakt játékokat, nekem a HIVE a minimum, amire azt mondom, hogy szerintem nem absztrakt, mert én be tudom élni magam, de egy nagyon jó, nagyon egyszerű, bárhol játszható kis játék. És, és nem nem csodálom, és, és örülök neki, hogy a 67. helyen visszatért idén a listánkra a HIVE. Ha a 67. helyzet Hive karrierének legjobb helyezését ért el idén a listánkon, akkor jöjjön egy játék, ami karrierének a legrosszabb helyezését ért el idén a listánkon, és ez nem más, mint a fedő nevek. A fedő nevek négy éve ezelőtt a tizedik helyen kezdte a pályafutását, így nyitott be, a tizedik. Utána 17. volt, még mindig benne volt a top 20-ban, Tavaly 44. volt, idén pedig 66. tehát 22 helyet rontott. Én azt mondom, hogy ennek a játéknak az esetében ez abszolút csak annak tudható be, hogy a többek küldött lista miatt korrigálódott a, a pozíció, de, de szerintem, szerintem egyértelműen itt lesz jövőre is ez a játék a listán. Egy, szerintem egy nagyon jó parti játék, nekem személy szerint, bár ez a lista rólatok szó, és nem rólam, de nekem személy szerint egy, az egyik kedvencem. Megint csak azt tudom mondani, hogy bárhol, bárkivel, bármikor játszható, jó szórakozás, jó játékélményt nyújt, úgyhogy megértem, megértem, hogy ha veszített is 22 helyet, de azért 66. helyen itt van a listánkon a fedőnevek. A 65. helyezett játék tavaly 129. helyen kicsúszott a 100 előtte viszont az 55. helyen debütált, és ez nem más, mint a Root, ami az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb bízhangját váltotta ki, hogy mennyire asszimetrikus a játék, mennyire asszimetrikusan kell négy frakcióval játszani, és ez igaz is, azt nem mondanám, hogy a Root volt az első olyan játék, ami kitalálta az ilyen szintű asszimetriát, de ami miatt én is szeretem ezt a játékot, és örülök, hogy visszatért a listára, az az, hogy ami, ami, szerintem nagy pozitívum, hogy bár különböző módon játszák a játékosok a köreiket, de ugyanúgy mindenki győzelmi pontokat szerez, és az kell a legtöbb győzelmi előbb megszerez adott mennyiségű győzelmi pontot. Mert vannak olyan játékok, ahol asszimetrikusan kell játszani, és asszimetrikusan kell nyerni, és az szerintem nehezebb. Uh, néha, néha, az ilyen játékok túl komplexek tudnak lenni. Uh, a rútra ez nem igaz, a körünket teljesen másképp játszuk, de ugyanarra a célra, ugyanarra a kapura játszunk, úgyhogy én abszolút megértem, uh, és örülök annak, hogy a 65. helyen újra itt van a listánkon idén a rút. A 64. helyzet játék egy újdonság a listánkon, de csak a listánkon, Tavaly 181. volt, előtte 248. volt, most beküldtetek 300-nál több listát, és be is került a 100 legjobb játékotok közé a 64. helyen a finka. A finka egy nagyon egyszerű játék, amiben gyümölcsöket születünk és szállítjuk őket a vevőkhöz. A játékosok munkásai egy keréken, egy rondellen lépkednek előre annyi mezőt, mint ahány munkás van összesen a kiinduló helyen, nem számít, hogy ki a munkás. És annyi gyümölcsöt születelnek, ahány munkás van a célhelyen, teljesen mindegy, hogy ki a munkás. És nekem megmondom nektek őszintén, megtetszett ez a játék, annak a hatására, hogy felkerült ide a lista, és utána néztem, hogy mi is ez a finka. bár a nevet. Már nagyon sokszor hallottam korábban, de nem tudtam, hogy mi ez a játék. Bizonyos pontokon, két pontján ennek a rondelnek, ennek a keréknek előőket kapunk, aminek a segítségével szállíthatjuk a gyümölcsöt a vevőkhöz. Különböző helyeken lapkák vannak, amik mutatják, hogy milyen gyümölcsökre van szükség a teljesítéshez, a lapkákat teljesítés után megkapjuk, és különböző bónuszokat is kaphatunk a gyümölcsök és lapkák kombinációjáért. Ha egy helyről elfogyott az összes lapka, azt jelölni kell, és a bizonyos számú helyi kiürült, vége a játéknak, és a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyer. 64. helyen újdonság idén a listánkon a finka. A 63. helyezett játék nagy öreg itt a listán is, és nagy öreg a társasjátékozásnak is. Magyarországon is egy időben ez volt a legnépszerűbb Ameri. Mindenki ezt játszotta, hogyha ez volt az egyik játék, amit mindenki játszott, hogyha volt egy egész estéje, és ez nem más, mint a rettegés Arkhamban. Ugye tavaly 109 volt az Arkham, kicsúszott a 100 legjobb játék közül, előző évben viszont 42 négy évvel ezelőtt pedig 17 volt, úgyhogy voltak ennek a játéknak ennél már előkelő helyei is. Ugye egy régi játék legjobb, nem jól öregedett, nagyon, inkább azt mondanám, hogy a tipikus FFG-s játék, amihez rengeteg kiegészítő van, és hogyha valaki nem vette meg annak idején nagyjából a megjelenés éveiben az alapjátékot, és szépen építette fel magának, azt a játékélményt nagyon sok pénzbe kerül megszerezni, hogy a, hogy a semmiből az alapjátékot és az összes kiegészítőt megvegyük, úgyhogy a Fantasy Flight Game szerintem elég okosan kirotálta a játékot, megjelent a harmadik kiadás, változtattak dolgokon, szerintem jó sikerült a harmadik kiadás, ugye Magyarországon is viszonylag hamar népszerű lett, és talán ennek is tudható be, hogy a tavalyi kis buktához, képest a tavalyi kis bukta után a 63. helyen, Visszatért idén a listánkra a Rettegés Arkhamban. Bizonyos játékoknál a, a korábbi évek helyezései alapján lehet bizonyos hipotéziseket felállítani, hogy stabil a helyezése, lefelmozog, felfelmozog, mi lesz vele. Én a 62. helyezett Czolkinra azt mondom, hogy szerintem egy stabil játék nagyjából ezen a környéken. Tavaly 53. volt, ugye, ami 9 helyes rontást jelent, tavaly előtt viszont 67. előtte pedig 93. -dik. Úgyhogy nagyjából úgy néz ki, hogy beáll erre a szintre, és teljesen érthető módon. A, a, a kerék a rondel mechanizmusnak egy, egy abszolút nagy klasszikus, és nagyon szuperül van megvalósítva szerintem ebben a játékban ez a mechanizmus kiválók a szerzők, nem igazán szoktuk a nevüket avval kapcsolatban emlegetni, hogy rossz csináltak, nagyon jól öregszik, nagyon időtálló a Szolkin, úgyhogy én azt mondom, hogy talán a mai 20 játék közül a legstabilabbnak helyezés szempontjából az idei 62. helyzet Szolkin tudom nevezni. A 61. helyzet játék egy újdonság, és a, a, mai 20 játék közül számomra ez a meglepetés, hogy úristen, tényleg újdonság, tényleg soha nem volt még itt a 100 legjobb játék között az álomház. De nem volt, tavaly 102. volt, tehát ha egy játék épp hogy lemarad, akkor ez a 101. 102. Tavaly 109. volt, tehát még mindig csak 9 helyen maradt le a listáról, de idén a többeli beküldött lista alapján viszont megérkezett ide a 100 játék, legjobb játék közé kapásból a 61. helyen. Nagyon sokan nevezik a, az állomházat az új gazdálkodj okosannak, egy gazdálkodj okosan helyettesítő játéknak. Érdekes, ha még gondolom, igen, de a mechanizmus ugye ég és föld, ugye dobáltunk, lépkedtünk egy táblán, itt viszont kártyákat draftolunk, és ebből a kártyákból építjük ki a saját kis tablónkat, a saját házunkat. Alapjába véve a játékosok semmi más nem csinálnak, csak draftolnak. Két, a játék érdekessége nem egyedi, de nekem nagyon tetszik benne, hogy nem egy kártyát választunk, hanem két kártyát, egy oszlopot. És ha az egyik olyan, hogy kell, nem biztos, hogy a másik, vagy, vagy ha a másik olyan, nem biztos, hogy az egyik, de, de vinnünk kell a párt. Alapjában az egyik pakli kártya szobák, ebből építjük a házunknak a három szintjét, a garázs szintet, az első emeletet, a második emeletet. A másik pakliba pedig többféle kártya van. Egyrészt tetőkártyák, amiből tetőt építhetünk az épületünk fölé, és ezért is pluszpontokat kapunk. De vannak különböző kisegítők, akiknek, akik megváltoztatják a játék a szabályait, és vannak dekorációkártyák is, amiket bizonyos szobákba behelyezhetünk, és pluszpontot érnek. A legtöbb dekoráció, vagy alapesetben a dekorációk befejezik azt a szobát, amivel betesszük őket, tehát hiába nem maximalizáltuk ki még az adott szobának a méretét, de befejezik. Ugyanis a különböző szobak kártyák közül vannak olyanok, amik csak egy kártyából állhat egy helység, és egy pontot ér, de van olyan, ami két kártyából állhat. Ha egy kártyából áll a helyiség, két pontot kapunk a játék végén, érte? Ha három, két kártyából, akkor hatot. Vagy van olyan helyiség, ami három kártyából állhat. Ha egy kártyából áll, egy pontot kapunk, akkor két kártyából négyet, ha három kártyából áll kilencet. És uh, alapjában 12 kör után vége a játéknak, összeszámoljuk, hogy hány pontot érnek a szobáink, a tetőnk, a dekorációk, és van egy úgynevezett használhatóság. Alapjában hogy kapunk három pontot, hogyha a házunk mind a két emeltén van fürdőszoba, és kapunk még három pontot, hogyha van a házunkban konyha, fürdőszoba és hálószoba. És ezek alapján, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az nyeri a játékot. Egy gyors, egyszerű, szerintem nagyon jó, én azt mondanám, hogy egy, egy az egyben, nem egy az egyben. Az én agyamban, az én agyamban egy az egyben a sushi a továbbfejlesztése az álomház, szintiszta draftolás, de ugye számít az is, hogy a, a draftolt kártyákat hogy helyezzük el. Nekem kicsit a hétsoda Among Us párhuzam jut eszembe róla. Egy nagyon jó játék, nagyon népszerű Magyarországon, és 61. helyen újdonságként a 100 legjobb játék közt idén itt van a mi listánkon is, a tilistákon az Álomház. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket! Ez volt a Magyarország 100 legkedveltebb társasjátéka lista 2021-es kiadásának a második epizódja 80-tól 61-ig. Jövő héten átlépjük a felző vonalat, 60-tól 41-ig jönnek majd a kedvenc játékaitok. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket is. Dudás Lajos vagyok, ez a kockában vetve. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!